Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt az SCC Customs csatornáján, és a mai bontószökevények folytatás epizódban szétdaraboljuk a picsába a CityGo-t. Teljesen előkészültünk a kis CityGo-nkkal, és ami már nagyon jó, hogy a biztonsági öveink mindkét oldalt itt bent csücsűnek, a másik oldalt is, műanyagok vissza vannak rakva, és ezt nézzétek, teljes kibontottunk mindent, és most már gondtalanul, anélkül, hogy bármi probléma lenne, be tudunk férni nagyon szépen, és elkezdjük visszaépíteni a műszerfalat, úgyhogy az óracsoport ki lett szedve, a kormány, hát látjátok, hogy kopra az egész, teljesen szétszedtük, itt vannak a darabkái, csavarok, hát minden, ami csak kell. Úgyhogy indulat visszafele minden. Ugyanaz a folyamat azért nagyon egyszerű, mint kifelé, csak most visszafelé. Érdekes látni, hogy Sanyinak a nagy rutinjával hogy dobja vissza a műszerfalat. Próbálok hát okoskodni inkább, mint segíteni, de megmondom őszintén, hogy azt látom, hogy ő majd, ha nem csukott szemmel fogja, azt rakja vissza, én meg a kis BMW-met, az E39-et, aki nézte a csatornát, az tudja, hogy úgy szereltem, hogy papírpohárra írkáltam a szövegeket, hogy melyik csavar hol volt, szétporciózva, minden. Hát ez a különbség, amikor valaki mögött van egy életnyi rutin, vagy neki áll csak úgy otthon kókányolni, meg izé szerelgetni, mint én. Na, be is dobtuk a műszerfalat, annyi ugye, hogy még csavarok nincsenek, hanem először rápróbáltuk, és gyönyörű szépen becsúszott a helyére, mivel ugye típusazonos, egyértelmű, hogy a CityGo vagy CityGo műszerfal passzol, most nagyon okosat mondtam, de gyönyörű szépen bement a helyére, úgyhogy most már csak csavarozzuk és rakjuk össze az egészet, megy vissza minden, a műszerfal, az oldalműanyag burkolatok, középkonzol, tehát az egész áll össze szépen. Hey. What up, say? Yeah, now I rep the O, what you know about the West Side. Money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious. I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings. So that's good. I got way too much money coming out of woodwork. Természetesen mi nincsen szerelés nélkül? Kávé. És akkor van latte, kaput, vagy van ilyen espresso milch, vagy van a hűtőbetej? Van tej. Aha. Ja, hát akkor csak espresso. A fekete arany, ugye? Minden megvan. Á, akkor jó. Veszek én is kettőt, vigyázzak a vonalaimra. Meg van ilyen édesítő, de azt szerintem szar. Ó. Vagy én nem szeretem. Azt mondja, mi az már? A bögrék ide tartoznak le a mosógépbe, mosogatóba. Hát igen, meg elvileg, és ott a hűtőbe a tej. Hát ez tényleg presszó. Az még? Hát majd lehet egyet rányomnék, basszus. Hát majd a végén elszámolunk. Tudod, órabérre vagyok. Igen. Kávé adja, de én egyé adom. Jó, most már tudom, mi volt az, hogy na láttam valahol, mert tényleg itt volt, ugye csak nem vettem észre, itt lenne a földön. Most ez kinek a kávéja itt? Ja, az enyém? Ja? Hát én nekem nincs. Ide leraktam a földre. Azt hittem, oda raktam a hordóra. Mondtam, hogy a tiéd, hát én már megittem rég. Én még ott bent megittem, baszod. Két pillanat, azt majd össze is áll a kocsi. Így, ne. Tökéletes. Csak szépen bepatintjuk oda helyére, elvileg. Ha van ott patent, de van. Akkor annak oda be kell mennie. Uh-huh. Ez az. Tökéletes. Kérlek szépen. Ott a jel. Van, tökéletes. Így, ne. Hú, mennyivel jobban mutat, hogy nincs főrobbanva a műszerfal, akkor a kormány légzsák is egybe van. Hát ezt így kell. Yeah.
Egyre jobban kezd összeállni a picike, benn van a kesztyűtartó, de jó a fényviszony. Kesztyűtartó, mondjuk én most nem tudom állítani a felvétel minőségét. Benn van a középműszerfal, hogy a gyorsított vagy a pick-up shot-okon láttátok a montásban, kormány, légzsák. Úgyhogy pillanatok alatt kész is van, de ugye már elég késő van. Úgyhogy azon gondolkoztunk, és nincs otthon kaja, hogy be kéne fejezni, mert azért nem kéne itt lenni éjfélig. Igazából 8 óra múlt. És akkor, hogy elmegyünk, azt teszünk valami nagyon diétásat, ilyen, mit tudom, még nagy girosztál összeborítva, meg két lángos, hát tudjátok, szokásos valamit kajézzunk, vagy valami jó kis... Így, igen. És tök érdekes egyébként, jó, tudom, mondtátok, hogy meg vagyok hízem, hogy mennyit felszedtem. Itt a gond, a legnagyobb gond azzal van, hogy nem edzek. Mert amikor edzettem, akkor is ugyanennyit tettem, csak mikor abba hagytam, ugye, mert nincs rá idő. Majd most hát, ha ez majd változik, de nem biztos, mert ugye most meg annyi kontentet nyomatunk, hogy borzasztó. Úgyhogy mivel az ételmennyiség maradt, a mozgás meg borzasztóan lecsökkent, így persze, hogy hízik ez a busa fejem, meg az egész testem, úgyhogy majd meglátjuk. De hát ilyenkor munka után a legjobb, amikor beűsz, nagy girosztál, vagy dönertál, bocsánat, sült krumpli hozzá, húsi zöldség, kajapia, szimfónia. Úgyhogy majd megnézzük, hogy ma még befejezzük-e teljesen, befejezzük, megint arcoskodok. Hogy elkészül-e az autó, vagy nem. Egyébként egy nagyon jó dolog, aki követi a csatornát úgy komolyabban, az látta, hogy egy-két régebbi videóban, amikor még a műhely megvolt, akkor átbent egy zöld Ibiza 140 lovas, 143 lovas 2000-es CRTD-i. Az meg egyébként azok a motorok az a baj, hogy az olajpumpának a kis szíja benne fut az olajba. És abban volt egy ugyanilyen Garmin navigáció, mint ebben a kis Skodában van, képzeljétek el. És amellett... Jó, hát 1000 köbcenti, 76 lóerős, 75 lóerős kis paripa. Ahhoz képest, hogy ilyen kis pici lóerővel rendelkezik, kis városi autó, nagyon jól lehet vele mozogni. Viszont képzétek, megmutatom nektek, hogy mire képes a navigáció. Ugye itt mindent ki tudsz olvasni, itt addig leveszem a hangját. Itt van a fárcög, rendes ilyen kis kivehető kis GPS van benne. És akkor itt rá tudsz nyomni a bordkompjúterre, itt látod a pillanatnyi sebességedet éppen, ha haladsz, látod, hogy mennyi a felhasznált üzemanyag, mennyi kilométert mentél, a fahrzeitot, ugye az utazási időt, mennyire elég az üzemanyag, ami benne van, az meg az, hogy mennyi a pillanatnyi felhasznált üzemanyagod. És figyeld, mondjuk azt lehet kicsit rosszul mondtam, itt van média, ebben van rádió, itt látsz mindent, tudsz álligatni, a médián belül itt van média player, itt van AUX, Bluetooth, telefonkihangosító, hát minden mi szemszájnak ingere, és a navigáció, hát telefon, oké, és itt a Navi, nézzétek, rányomok, és hogyha például vezetsz, és nem akarsz nyomkodni, mert ugye baleset veszélyes, fogod, Sprachsteuerung. Adresse Sonderziel in der Nähe oder meine Ziele. Adresse. Hozzányúlás nélkül. Den Ort bitte. Ingolstadt. Die Straße bitte. Münchener Straße. Die Hausnummer bitte. 37. Ist Ingolstadt Münchener Straße 37 korrekt? Korrekt. Hát ez valami félelmetes. Wie bitte? Korrekt. Die Navigation wird gestartet. Ennyi, indul a Navi. Hihetetlen. Úgyhogy, zwei mögliche Ziele gefunden, bitte wählen Sie. És akkor csak mit tudom én, ide nyomsz. Hát most itt a kezedet egy pillanatra le kell venni, azt annyi. És már az útvonal számítás alatt van. Az kész. Tőti, na, hát ez már mekkora királyság már? És mutatja, hogy Ulmbo milyen távolságra van Ingolstadt. Azért igencsak nem mindegy, amikor éppen pályán vagy, vezetsz, és akkor nem kell nyomkodnod, meg nem ide figyelni, nem az útra figyelni, hanem erre figyelsz. Azt fogod rányomot, hogy Sprachsteuerung, és akkor mondod neki, hogy hova mész, stb. Azért ez egy kicsit nagy királyság. És már gyönyörű szépen össze is állt a picike, most töltjük éppen az akkumulátorát, hogy szokták mondani, kapja a delejt. És akkor most, mint a jó munka után, elmegyünk kajázni egyet. Nincs is jobb, mint a jó megérdemelt munka után, főleg, hogy én olyan sokat dolgoztam megint. Jó kajázni. Igen,
Mondjuk, várja, egy csavart visszaraktam, vagy mit raktam? Valami két műanyag panelt azért csak visszaraktam, értitek? Ja, meg a lámpát is tartotta, igen, fiatal szecska munkát csináltam, tudod. Tudjátok, hogy hogy van ez. Természetesen egy dönerládunkba jöttünk el, egy ilyen dönereshez. De én dönertálat fogok enni méghozzá kuszkusszal, Sanyi még lakmácsumot. Úgyhogy jó, bekajázunk, hozzájön két ájran. Ez ilyen, hát ilyen joghurtos ital. Törökök nagyon szeretik, régen azt sem tudtam, hogy mi ez. És ahova jártam mindig dönert edni, ott mondtam egyszer, kérdeztem a török kollégát, hogy hát ez micsoda. Szóval itt van egy ingyen, kóstold meg, mindig itt tesz. Megkóstoltam, és azóta tök jó. Ezt iszom hozzá. Hú, teli vagyok, mint a déli busz, mint a púrhabba kifújtak volna. Tudta, hogy a kis török az nem kis tálat csinált, hanem mocskos nagyot. És pedig láttátok, kuszkusszal ettem, nem sült krumplival, vigyázzak az alakomra, ugye. Nehogy a Greenpeace-esek vissza akarjanak tolni a tóba, hogy kigyütt a bálna. Úgyhogy a Skodával nagyon szépen haladtunk, hát egy-két ilyen kis műanyag van még oldalt itt a lábnál, amit vissza kell pattintani, ilyesmi, igazából már csak össze kell pakolni. Aztán ugye következett a géptetőnek a fújása, a lökhárító, ilyenek, mi az már, külgrillnek, a hűtőrácsnak a beszerelése. Úgyhogy igazából majd még lesz egy hibakód, olvasás, törlés, hogy akkor eltűntek a hibakódok, ugye a baleset után jelezte, hogy hát a légzsákok azok kaptak. Úgyhogy igazából ez van. Aztán lemossuk, kibelsőzzük, aztán mehet is a piacra eladásra. Úgyhogy teljesen jó, nagyon így haladunk, elég kapkodna a fejemet, hogy ezt venni, azt fővenni, ezt csináljuk, azt csináljuk, úgyhogy tök jó. Haladnak a kontentek, a videók, úgyhogy nagyjából ennyi. Ha van valami véleményetek, akkor nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióban, hamarosan jövök a következő videóval. Úgyhogy kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttöt, délutánt, hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor nézi ezt a videót. Sziasztok!